Vegaszi esküvő. Nem, jelenleg a menyasszonyom lakásán vagyok. Kérd meg, hogy hívjon fel otthon ma este. Aha. Oké, nos, akkor el kell halasztanunk, amíg Hepford igazolni nem tudja a vállalati levonásokat. Pontosan. És Carlo, őt terhelje ez a hívás. Becsomagoltam. Megyünk, ha Peter befejezte a telefonálást. Oké, nézd, egy óra is az irodában vagyok, ott megbeszéljük, jó? Á, Jordan, megyek hozom a bőröndömet, Vegas baby! Vegas baby. Nem értem, miért pont Vegasba akartok menni? Jordan, tökéletes lánybúcsút szervezhetnél itt a városban is. Én megyek férhez elsőnek, a lányok igazi lánybúcsút akarnak. Abban biztos vagyok. Figyelj, nem fogsz inni, ugye? Miért szoktam? Peter, itt rólam van szó. Az unalmas, kiszámítható Jordanről. Percre pontosan megterveztem a hétvégét, nincs idő csintevésre. Ígérem. Micsoda páros vagyunk. Az biztos. De Jordan? Figyelj, inkább hagyd nálam a gyűrűt. Miért? A nagymamámé volt, érzelmi értéke van. Nem bízol bennem? Nem benned, a vegaszi csavargókban és szerencsejátékosokban. Akkor vigyázz rá. Úgy lesz. Ez a szép gyűrű a szépben fogja visszavárni az én szép menyasszonyomat. Irány Vegas! Irány Vegas! Undorító. Jordan, ez a te nagy estéd, az utolsó szereplésed, úgymond. Szeretek józan lenni. Jól áll nekem. És megígértem Peternek. Jordi, tudod, hogy szeretünk? Úgy, hogy a te érdekeidet tartjuk szem előtt, amikor ezt mondjuk. Mint a barátaid, aggódunk, hogy nem Peter az igazi számodra. Ennyi sejtés. Nem tudtam eltitkolni. Tudom, hogy nem vagytok nagy barátságban Peterrel, de most nagyon feszült és könnyíteni akartam a dolgán. Minden helyre áll, ha előrébb tetik. Oké, ha te mondod, egy italt, hölgyeim. Igen, kérhetek egy piña coladát. Ó, ide ugyanazt, de simán, rum nélkül. Mi? Emlékeztek a téli partira? Amikor Jordan legutóbb jó fej volt. Egy motoron tértem magamhoz 30 mérföldre egy kígyól lehellett nevű sráccal. És elhagytad a kedvenc cipőm. Na pontosan ez az, amiért nem iszom. Simán, mindenképp. Én kérek még egyet ebből. Ha szingli vagy, a legjobb, hogy senkit sem érdekel, mit csinál. Az én piña coladámba kérem az ő rumját, és még egy kis extrát a tetejére. Oké, fél liter vagy másfél liter legyen? A legnagyobb, ami van. Vagyis egyesek. Ígérem, hogy elengedem magam, amennyire csak lehetséges. Sose lehet tudni. Jó ég. Mi az? Matt Swift. Maga Matt Swift? A filmsztár? Nagy ügy, Matt Swift. Imádjuk őt. Nem csípem a filmjeit. Kit érdekelnek a filmjei? Jó, pasi, híres, és itt van másfél méterre. Elájulok. Nem tudok megfordulni. Elég alacsony. Oké, két szívószál sima, egy szívószál extra sok rummal. Jó ég, rá kell vennünk, hogy ide jöjjön. Igen. De jó, kérlek is van. Na, ez az. Tessék, és egy sima. Köszönöm. Meg egy extra sok rummal. Ó, üdvözöljük Mattet. Jó, üdvözöljük. Matt! Cheerio, Matt! Ó, ez Fincsi. Cheerio, hölgyeim! Azt hiszed, az Fincsi? Próbáld ki a rumosat! Thank you.
Mindjárt szétmegy a fejem. Van aspirinem, ha kell. Szia. Fejfájás? Matt vagyok. Este találkoztunk. Tudom, ki vagy. Ködös a tegnap este? Úgy értem. Te vagy Matt Swift? Igen. És én itt vagyok a hotel szobádban? Igen. Jó. Nos, te és a csodás jelmezed. Nem tudtam a szobaszámot, hogy hazavigyelek. Szóval itt aludtam? Hmm. Ezen a kanapén? Igen. Én meg a másik szobában, az ágyamon. Hol vannak a barátaim? A barátaid? Elmentek ünnepelni a menedzseremmel, Erikkel. Ünnepelni? Mit? Hadd segítsek. Ünnepelni az esküvőt. Nélkülem? És itt hagytak egy idegennel? Mi? Idegen? Nagyon rendes fickó vagyok. Semmi pánik. Mindenre van magyarázat. Kérlek, mondd, hogy csak álmodom. Álmodom, ugye? Mert ha nem álmodom, akkor elloptam valakinek a hatalmas, nagy, csodálatos gyémántját. Szobapincér! Remek! Jól van. Palacsinta jöhet? Beszéljünk a múlt estéről. Elképesztő, ugye? Köszönöm, barátom. Óriási, nem? Tudod, épp egy nagyon kimerítő filmet forgatok, úgyhogy ki kellett engednem a gőzt. Köszönet érte. A színpadon voltunk a Journey bandával. A Journey az abszolút kedvencem. Tudom, ezért hívtál a színpadra. Vágod a magas hangokat. Aztán mi történt? Hát, nem emlékszel? 60 000 dollárt nyertél nekem kocka játékban. Király volt, ahányszor megpörgetted a kockát. Jó, örülök. Aztán mi történt? Átmentünk egy másik klubba, ahol mind alufólia ruhát viselnek a pincérek. Nagyon furán hangzik. Igen. Aztán összeházasodtunk. Jól van, együnk. Ne. Úgy értem, én azt hittem, hogy... ne, ez nagyon nagy baj. És törvényes? Persze, hogy az, feleségem. Miért vagyok ilyen pocsékul? Nem ittam, nem szoktam. Összecserélték az italokat. Az egyik rumos volt, én kaptam a rumosat. Nézd, szerintem túlreagálod a dolgot. Ó, valóban? Tényleg? Tudod, miért jöttem meg azba? Ez volt a lánybúcsum. Lánybúcsú? Na várj, te vagy a mennyasszony. Nem mondtam tegnap este? Nem. Azt mondogattad, milyen kimerítő és trapás egy esküvő, és szeretnél túl lenni rajta, ami meg is történt. Ó, ez borzalmas. Na, gyere, együnk, gyere, felhívom az ügyvédet. Holnap érvénytelenítjük, bum, 2 nap múlva ismét szinglik leszünk. Tényleg? Igen, ülj le. Ilyen egyszerű? Sokat fizetek az ügyvédeknek. Egyél, mindjárt jobb lesz. Egyél csak. Jó reggel, Julie. Emlékszik rám? Erik vagyok, Matt menedzsere. Persze, kicsit halványan, de nem egészen. Segíthetek? Zaklatottnak tűnik. Nincs meg a kulcsom, nem tudom a szobaszámomat. Esetleg megbánt valamit, Julie? Igen, 1000-szer is. Ígéri, hogy felhív az ügyben? Ígérem. És mi van, ha nem? Felhívom. Mi van, ha nem? Felhívom. Nem ismerem magukat, nem tudom, hogy igazat mond-e. Nézze, itt a névjegyem. Ha kell valami, csak hívjon. Nincs miért aggódni, ha elintézzük, megoldjuk. Bízzon bennem. Egyébként az érvénytelenítés miatt a nevem Jordan. Jordan Grady. Jordan, értem. A rendőrfőnök a legkeményebb zsarukra bízta, hogy kitakarítsák a veszélyes utcát. Állj!
Ez a fickó nem közülük való. Azt mondta mely! A komikus csapattól, akinek minden filmjén nevetnek. Egy férfi harca az igazságért, a törvényért és a baszlemiért. Állj! Matt Swift, mint Mike Storm. Az újonc zsarú. Mit műveltem? Persze van fényképes bizonyítékom, nem vagyok hülye. Ennyit ajánl? A déli gossip háromszor ennyit ajánlott. Nos, sajnálom, nem tudunk megegyezni. Várjon! Várjon! Szóval? Így már tudunk üzletelni. A fény! Húzd be! Nem, magyarázattal tartoztok. Oké, okay, jól van. Meg tudnátok mondani, hogy mi ez? A listád, amit Vegasban akarsz csinálni. Ó, tényleg? És láttok olyasmit a listán, hogy hozzámenni valakihez, aki nem a vőlegényed? Hát ezt pont nem látom rajta. Jordan, te vagy Mrs. Matt Swift. Ez óriási, fenomenális. Még azt a csajt sem vette el abból a vígjátékból, akivel 5 évig járt. Oh, ez Peter? Mit fogsz mondani semmit, neki? Semmit, Matt azt mondta, gyorsan érvénytelenítjük. 1-2 nap és vége. Peter úgysem értené meg. Ezt a sírba visszük magunkkal. A sírba. Oké? Okay? Ígérem. Szia, kicsim, hogy vagy? Jó, ébren vagy. Ne késd le a gépet. Ó, kedves vagy. Mindig gondolsz rám, kicsim. Aha, beugrom az irodába, majd utánatok megyek. Túl keményen dolgozol, pihenned kellene. A lustaságból nem lehet megélni. Csak a túlórából. Igazad van, megértem, drágám. A múlt éjszakai esküvő volt élete legnagyobb hibája, vagy ez? Itt is van. Remek. Szia. Ó. Itt a mennyasszonyom. Hogy vagy, drágám? Jól. És megőriztem neked. Köszönöm. Fura nélküle, mintha valami hiányozna. Ó, Betty, Vilma. Nagyon megviseltek vagytok. Ha nem ittatok volna, mint Jordi, jobban lennétek ma. Igen. Jordi sokkal jobban van ma, mint mi. Na és? Milyen volt a legény búcsú? Borzalmas. Megittam 2 sört, és 3-szor lőttem minden lyukra. Nem tudok gondolkodni, ha iszom. Elszúrta a napomat. Megértem. Tegyük Martinékat Busbyékkal a 11-es asztalhoz. Különben gyilkol a Buzz, ahogy én hívom őket. Mit gondolsz, kicsim? Tessék, anya? Te nem figyelsz rám? Ez a te esküvőd. Nem azért csinálom, mert élvezem. Nem akarok olyanokat látni, akiket nem ismerek. Ez nincs rendben. Ne törődj vele. Még mindig másnapos a lány búcsúja óta. Én mindig mondtam, Vegas undorító egy város. Sosem értettem a szerencsejáték lényegét. Nevetséges olyasmire pénzt kidobni, ami ritkán térül meg. Ó, izgalom. Kihívás, hogy elvidd a főnyereményt. Minden rendben veled? Nagyon remélem, hogy nem vagy beteg. Jól vagyok. Csak kicsit fáradt. Pihenj, kicsim. Az esküvő nem lesz meg magától. Még nem telefonált? Már eltelt 2 nap. Csak 1 nap. Mintha 10 lett volna. Felhív. Honnan tudod? Mindig megérzem. Dehogy. Nézd, ő is házas, nem csak te. Mert igazságtalan, hogy Jess meg én egyetlen férjet sem találunk, neked meg 2 is. Ne irigykedj, én egy rossz ember vagyok, aki nem képes vállalni a hibáit. Nehezen tudok kiegyezni magammal. Mindig panaszkodsz? Nem, azért nem megy. Nem jó a méretük. Olyan cuki. Ezek túl nagyok. Ehhez a dobozhoz kisméret kell. Na, úgyis megnő. Jó reggelt. Szia, Benny.
Szia, Jordi, mindjárt érkezik Ellen. Köszönöm. Ezeket alá kell ütni, jó? És utána kérem az asztalon. Szia! A Welby ház bezárt. Ó, ez gyors volt. Jó munkát végzel, Jordan. Nem marad észrevétlen. Köszönöm, Ellen. Ő a vőlegényed? Hol? Még mindig a vőlegényed? Igen, persze. Szia, drágám. Micsoda meglepetés. Hello. Szia, Peter. Swift elkelt. Megmagyarázom. Annyira unalmas volt Vegas, hogy ezt elfelejtetted elmondani nekem? Sajnálom, csak egy óriási félreértés az egész. Nem voltam ura a helyzetnek, de megoldom. Egy stabil kapcsolat alapja a bizalom. Erre te csinálsz egy ilyen húzást? Peter, nagyon sajnálom, ezt tudnod kell. Azt ígérted, hogy nem iszol, Jordan? Nem ittam. Vagyis próbáltam nem inni. És akkor? José Cuervo-t öntöttek beléd? Peter, kavarodás volt. Véletlenül Clary talált kaptam, és mire feleszméltem, meg volt az esküvő. Tudtam, hogy így fogsz reagálni, ezért akartam elsimítani. Persze, hogy így reagálok. Miért? Az áldásomat vártad? Peter, semmi sem történt. Ó, nem? Egy házasságkötés az nem semmi, Jordan. Ártatlan dolog. Bár rossz ítélő képességre val, de ígérem, soha többé nem fordul elő. Aha. És hogy érinti ez a mi közelgő esküvőnket? Matt majd elintézi. Ó, Matt majd elintézi, szóval ő már csak Matt. Figyelj rám, érvénytelenítjük az egészet, és utána úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Mikor? Amint felhívnak az ügyvédjei. Aztán feleségül megyek hozzád, és csodás életünk lesz együtt. Cuccok a nászútra. Oké. Okay. Nem adok semmi interjút. No comment. Az jó, az jó. Ha tovább hívogatnak, csak mondd, hogy nincs mondani valód. Ki beszél? Matt. Ugye, azért hívsz, mert érvénytelenítették. Nem, még nem, de kiderül a következő napon. Minden perc számít, mert... Tudom, tudom, és Eric említette az ügyvédeknek. Jordan, bocs, hogy belevittelek ebbe az őrültségbe. Az orromat sem tudom kifújni, már is cikket írnak róla. Ki tette ezt? Ki adta oda a fotót? Bárki lehetett. A szobapincér, a kápolna személyzet, a taxisofőr, bárki. Mindenki gyors pénzt akar. A mi kárunkra? Nézd, meg fogjuk oldani, elintézzük. Minél hamarabb, kérlek. Nem örül neki a vőlegényem. Mosult valaki? Édes savanyú csirkét cserébe. Van evőpálcikád? A konyha fiókban. Kellett volna hoznom otthonról. Kicsit nyűgös. Te is az lennél, ha a vőlegényed elvett volna valaki mást. Téged okolnálak. Én is téged okollak ezért a problémáért. Búhú, szegény te. Hozzámentem egy filmszárhoz, és a férjem a világ legjobb pasia. Kapcsolatban a sütött tökdep is vagyok. Én nem akartam ezt, oké? Nem is tartottam jó színésznek. Átadod nekem? Nincs evőpálcika. Sajnálom, azt hittem van. Nem gond. Tegyük be a filmet. Úgy hallottam, vicces. Jól jönne most egy kis nevetés. A Time 9 Hollywood exkluzív infója, hogy Matt Swift filmsztár titokzatos felesége Jordan Grady menyasszony, aki ingatlan ügynökként dolgozik a Pratt Brothers Realty-nél. Jó ég. Titokban tartották az esküvőt, Miss Grady a tervek szerint néhány hét múlva feleségül ment volna ehhez a férfihez, Peter Drake ügyvédhez. Úgy tűnik, a szupertitkos esküvő egész Hollywoodot meglepte, de senkit sem sokkolt jobban a hír, mint Lauren DeBlancot, Swift. Én mindig mondtam, hogy Matthew totál önimádó, ráadásul komoly szellemi fogyatékossággal küzd, és csak akkor adná esküvőre a fejét, ha elvehetné saját magát. Feketítsenek csak be! Gyerünk rajta, micsoda őrültség! Elvett valami jelentéktelen kis aranyásót, akivel épp összefutott. Jordan? Bizonyára nem most hallottunk utoljára Jordan Gradyről. A semmiből hirtelen híresség lettél úgy 15 perc alatt. Igen. Jót nevettünk. Jó, én kimegyek levegőzni.
Gyere, gyere! Szóval itt a stúdió marketing legutolsó jelentése a Mike Storm az újonc zsarról. Oké. Jobb a nézettsége. Hú! Sokkal jobb. Bejött a terved. 2 napja dolgozom rajta. És már is 240%-kal nagyobb az érdeklődés a filmire. Az nagy százalék. Igen. Meg lesz a People magazin címlapján jövő héten. Ez az! És a PR hívott reggel, hogy a felesége is... Ez a dolog nagyon izgalmassá tette Matt Swiftet. Igen, ez tetszik. Bert Miller hívott ma reggel, hogy kész érvényteleníteni a házasságot, de kéne neki még egy kis info, szóval... Tudod mit? Kést leltessük. Hadd húzódjon legalább addig, amíg bemutatjuk a filmet. Megmondja Mattnek? Majd szólok neki később a forgatáson. Jó, akkor hallgatok. Miért juttogsz? Kész a fele. Kösz, hogy segítesz az ültetőkártyákkal. Remélem, nem a semmiért. A passzív-agresszív nem áll jól neked, anya. Jobb az agresszív-agresszív. Jó, akkor agresszív-agresszív leszek. Jordan, Elizabeth Grady, senkit sem okolhatsz ezért a helyzetért, csak magadat. Nem akarok beleszólni, de mégis, hogy jutott eszedbe ilyesmit csinálni? Nem tudom. Azt hiszem, kiborultam. Kész káosz volt az esküvő szervezés. Peter is feszült volt. Azt hiszem, egyszerűen magával ragadott a pillanat. A pillanatok csak pillanatok, kicsim. A házasság örökké tart. Jobb, ha meggyőződsz, hogy tényleg csak egy pillanat volt, és nem segélykiáltás. Csak egy pillanat volt. Biztos vagyok benne. És mindent megteszek, hogy helyrehozzam. Hát jó. Különben apád nagyon dühös lesz. Kifizetett egy 4300 dolláros vissza nem térítendő emléket. Mondd meg apának, hogy ne aggódjon. Össze fog jönni az esküvő. Biztos, hogy már is érvénytelenítették. Jó, mutasd meg, mit tudsz. Lássuk, hogy meg. Készen áll. Semmi gond, nem vagy formában. Nem az én hibám, nem megez nekem. Én oda kukac vagyok, mit vársz tőlem? Egyébként folyton csörög a telefonod, barátocskám. Igen? Új üzlet vagy régi? Új, egész új. Igen? Gyerünk! Azt mondja a PR, hogy a Matt Strong az újonc zsarú nézettsége 72%-os. Hagyjuk. Igen, igen, 12%-ról jött fel, ez jó neked. A házasság miatt? Igen, egyértelműen a házasság az oka. Nem értem Hollywoodot. Egy hely, ahol a rossz hírnév jót tesz a karriernek. Milyen rossz hírnév? Ez csak hírnév. És ha nem érvénytelenítjük a filmbemutatóig, nagy hétvége előtt állunk, barátom. Közel van az esküvője. Csak egy kis időről van szó. Néhány napról. Rengeteg ideje van férjhez menni. Itt mindenki nyer, Matt. Gyerünk! Szükségünk van rá. Neked is, a karrierednek is. Oké, de amint bemutatjuk a filmet, intézkedsz. Jó, rendben. Ott van, ott van! Bent, látod? Menj közelebb. Látsz valami? Közelít! Jóságos ég! Megerőszakoltak! Valaki leskelődik odakint, és meglátod mesztelen! Mi? Menj, 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 nézd meg! Kiderítették, hol lakom. Jóságos, ég biztosan átnézik a szemetet. Ez őrület, 2 nap telt el, a régi életemet akarom. De hívd fel őket ma is, mondd! Jól van, ne aggódj, véget vetek ennek. Ne! Ide! Jordi! Szeretném jelezni, hogy ez illegális. Ez birtokháborítás. A fű lehet, hogy magán tulajdon, de a járda közvagyon szívi. Jó, a vőlegényem ügyvéd. Jordi, csak egy pillanatra. Jordi, nézzel rám, kérem. Ez csak egy pont, Jordi. Jordi! Eric Spencer irodája. Üdv, a nevem Jordan Grady. Tartsa, egy kicsit kérem. Kellene erre egy aláírás. Mm.
Eric Spencer irodája. A nevem... Egy pillanat, kérem. Elnézést, egyfolytában csörögnek a telefonok ma. Eric Spencer irodája. Nézze, nagyon fontos, hogy beszéljek Matt Swift-tel. A nevem Jordan Grady, és mindenképp beszélnem kell vele. Oké, elég fontosnak tűnik, tartsa, kérem. Itt van a száma, várjon. Hogy utálom, amikor ez történik, ez az első napom itt. Megvan a száma valahol. Te jó ég, túljártam a saját eszemen. Szóval 818-555-0124. Nagyon köszönöm. Értékelem a segítségét. Köszönöm. Hello, itt Belinda, és ez a hivatalos Matt Swift rajongó vonal. Ha csatlakozni szeretne, hagyja meg nevét és címét a sípszó után, és küldünk egy tagsági csomagot, hogy örökre összekössön bennünket Matt Swift iráti szerelmünk. Nem tudom, hogy csinálják mások, mint ha akváriumban élnék. Úgy érzem magam, mint valami látványosság. Ez annyira megalázó, rá se tudok nézni, bűntudatom van. Próbáld felhívni a menedzsert. Hívtam, és 46 hét múlva érkezik az autogramos fotóm. Azt mondta, hívhatom. Képzeljétek, nem veszi fel. És akkor? Nem tudom. Menj el holnap a Mike Storm az újonc zsaru premierjére. Vanessa foglalkozik a sajtóval. Be tud vinni? Ugyan, a szobatársam. Engem is be tud vinni. Jó terv. Jól kiagyaltad. Csak gyere el. Beszélj vele, nem nagy ügy. Butaság volt azt hinni, hogy nehéz lesz. Ugyan már? Ott van. Matt! Gyere ide! Gyere ide! Matt! Gyere ide! Matt! Gyere! Menj már! Nem véletlenül van itt ez a korlát, Claire! Át tudsz ugrani egy egyméteres kötelet? Elvonom a biztonságiak figyelmét, menj! Elnézést! Elnézést! Igen, gyere! Gyere ide! Gyere! Jársz edzeni? Menj! Imádom az egyenruhás pasikat. Ez golyóálló mellé. És még mindig a vörös szőnyegre várjuk a ma este sztárját, akinek legújabb filmjét mutatják be. Beszélnek kell vettem. Ismerem magát. A nevem Jordan Grady, meg felesége vagyok. Oh. És próbáltam elérni magát. Igen, persze, akkor onnan ismerősen. Nagyon sajnálom, hogy nem kerestem fel magát. Kész őrület ez a filmpremier. Az én életem is kész őrület, ugyanis nem kaphatok házassági engedélyt a közelgő esküvőmre, amíg nem vagyok szingli. Ami mikor is lesz? Igen, egy pillanat, oké? Hé, Matt, elnézést! Nagyon sajnálom, kérlek, gyere már ide! Egy pillanat, nézd ki van itt! Itt a nejed! Nem szeretem, ha így nevez, bocsánat! Fiúk, semmi gond, velem van. Oké. Sajnálom. Jól van. Köszönöm. Nem volt kedvem börtönbe menni. Tudnánk beszélni? Igen, de előbb el kell intéznem ezt. Meg akarod nézni a filmet? Utána beszélünk? Mindenképp. Persze, gyere. Jól vagy? Igen. Igen, persze. Ott van. Remek. Jordan, sajnálom, hogy ilyen sokáig nem hívtalak. Hogy hívnak? Shelley. E-Y-nal? Nem, csak Y-nal. Most sem te hívtál, belopóztam, majdnem elfogtak. Igen, és nagyon sajnálom, elfoglalt voltam a premier miatt. Shelley, csinos vagy, akár csak a neved. Beszélnünk kell a mi kis problémánkról. Alá tudná írni a húgomnak és Bettnek? Az én jó barátomnak, Bettnek. Annak nagyon örülne. Peterrel utána néztünk, és nem olyan könnyű érvényteleníteni egy házasságot, mint hinnéd. Eric majd elintézi. Dokumentumok és diagramok. Nem ezzel a lánnyal találkoztam Vegasban. Elengedtem magam. Tessék, gyakrabban el kéne engedned magad. Jó, nézd meg! Ott van, Matt! Nézd, kérhetünk! Igen, persze. Nagyon köszönöm. A nevem Suzy. Tessék, Suzy. Köszönöm. És megnézed a filmet? Igen, persze. Köszönöm. És ezt vissza akartam adni. Tartsd meg, neked vettem. Ha nem, add el. Közd el, nem lehet. Ez vérdíj. Szinte ráment a boldog jövőm. Melyik alapítványt támogatod? A Rák Egyesületet. Akkor add nekik. Tényleg? Te ezt tennéd? Ha visszaülsz ide.
Nézd, szörnyen érzem magam miatta. Bár két ember kell a házassághoz. Nem hiszem el, hogy ezt tettük. Hogy én ezt tettem. Miért tetted? Miért jöttél hozzám? Tudod, sokat gondolkodtam rajta, és azt hiszem a mosolyod miatt. Megfogott. Ez az a lány, akit elvettem, nem a csupa észkés okos. Hát, időnként előbújik. Hagyd előbújni, tetszik ez a lány? De még nem válaszoltál a kérdésemre. Miért tetted? Őszintén, folyton agyalok mindenen, sose áll le az agyam. Akkor éjjel kikapcsoltam, és éltem egy kicsit. Kikapcsoltad? Így kéne élned. Bárcsak tudnék. Tudsz, csak nem akarsz. Miért vettél el? Mert jól éreztük magunkat. Az az elvem, hogy gondold meg, mielőtt lépsz. Gondold meg. Tízszer is. Az én elvem jobb, mint a tiéd. Az enyém kevésbé bonyolult, mint a tiéd. Ott van Matt Swift! Bizonyíték a végtelen vakubillogás, ami épp bennünket bombáz. Tudod mit? Kiviszlek, mielőtt megvakulsz. A mozinál van a kocsim, hazaviszlek. Gyerünk, Erik intézkedik, hamarosan vége. Aztán hozzámehetsz a kettes számú férjhez, és boldogan élhettek. Ott az autó, fussunk. No comment. Ez az kislány. Gyerünk, Matt, mosolyog! Ez az! Megvannak az első box office számok. 8 millió egy nap alatt, ami 32 millió dollárra rúgott a hétvégén az első helyen. A stúdió elégedett, nagyon elégedett. Már a folytatásról beszélnek. Ez mázli, nem értik? Nevetséges lenne folytatni. Őket csak az összegek érdeklik, barátom, és az összegek most igen megnyerőek. Jó, akkor folytassuk azt a független filmet. Mert nem csinálhatsz 2 millió dolláros független filmeket, ha ilyen jó vagy. Már franchise-t akarnak veled. Tudom, miről beszélek, Matt. Bíznod kell benned. Tudom, tudom. Bízom benned. Ez nagy hétvége számodra. Ezt akarod. Élvezd. Kell neked. Valaki más kárára. Megvolt a filmpremier. Érvénytelenítsük a dolgot, jó? Rendben, haver. Azonnal intézkedni fogok. Remek. Oké, jó forgatást. Kösz. Szia. Szia. Ugyan, Gibbs. Ez nem megegyezés, a sértés. Nem. Amikor felbukkantak tegnap este az új filmje, a Mike Storm az újoncsan terjerjén. A Safety Pro Matt Swift nem habozott körbevezetni újdonsült feleségét a városban. Nézze, ugyanaz az álláspontunk. No comment. A terhességről szóló pletykák pedig... Azt hittem, mindenki hallott már róla. Igen, állandóan hívogatnak ezzel a kérdéssel, de ismétlem, nincs mondani valom. Terhes? Nem mondtam, hogy terhes. De azt sem, hogy nem terhes. Simán lehet, hogy az, de lehet, hogy nem az. Ki tudja? Pezsegél a sajtó. Nem akarok 32 milliós hétvégét, Vivien. Nem. 42 milliós hétvégét akarok. Igen. Gyerünk! Fel a csúcsra. Igen, mindent bele. Igen, mindent bele. Jól van, jó, gyerünk. Mi van még? Igen. Lássuk. Írjuk le. Jól van, lépjünk tovább, és teljebb. Hozom a tollamat, bocs. Ó, ne. Tedd le. Hadd segítsek. Nem szabad nehéz dolgokat emelni. Miről beszélsz? Mi van a pocakban? Csak kitalálták. Le kell ülnöd, ne fáraszd ki magad. Nem hiszem el, hogy így kell, mert tudnom, a legjobb barátnőd vagyok. Semmi szükség rá, nem vagyok terhes. Biztos, csináltál tesztet? Nem kell tesztet csinálnom, nem vagyok terhes. Kérem, megkockáztatom, hogy Peter lesz az. No comment, ügyvéd vagyok, ez magántulajdon, és ez birtokháborítás. Nyisd ki az ajtót, drágám! Beszéljük meg a szobában. Aztán Bishop bejött az irodámba, és azt kérdezte, ilyen imidzset akarsz mutatni az üzlettársainknak? De nem igaz a hír. Egy része igaz. Elmentél a premierre. Nem volt mit tennem. Ki kellett derítenem, mi történik. Na és mi történik? Az ügyvédjei dolgoznak rajta. Nem ilyen sok idő beadni egy kérvényt. Már vagy ezerszer csináltam. Biztosított, hogy minden rendben van, és a héten érvénytelenítjük. Remélem is, különben kézbe veszem a dolgokat. Nem bírok tovább várni. Én sem.
Tényleg? Igen. Remélem igaz, Jordan. Most vissza kell mennem az irodába. Te csak ülj itt és gondolkodj azon, hogy mit tettél. Csalás. Ne sértegesd a kedves hölgyet, Jordan. Ez egy csodás ruha. Nem úgy értettem. Egy csaló vagyok. Csak az első esküvőn szabad fehéret viselni. Elizabeth Taylor 8 esküvőből 5-ön fehérben. Volt csak felfogás kértése. Meg tudnánk végre szabadulni attól a nagy skarlát betűtől? Életem legszebb napjának kéne lennie. Ő meg tönkretette. Ó, igen. Ha nem ütött volna fejbe, hogy az oltár elé hurcoljon, nem lennél most ilyen bajban. Apropó, bármikor kiengedhetjük a hastájékán, ha esetleg váratlanul kikerekedne, igaz? Anya, hányszor kell még elmondanom, nem vagyok terhes. Manapság, Jordi, már nem tudom, hogy mit higgyek. Nem vagyok terhes. Felhívott a biztonsági őr? Igen, a neve Krisz, és forgatókönyvíró akar lenni. Randizunk szombat este. Ó, aranyos srác, örülök, hogy valami jó is lett ebből. Velem kell jönnöd. Claire, nem mehetek az első randitra. Jönnöd kell. Mindent rosszul csinálok, és nem akarom elszúrni. Oda kell állnod közém és a szám közé. Jó, meglátom, Peter akar-e jönni. Legyen dupla randi, ha kell egy kísérő. Le kell tennem, szia. Jó, szia. Van egy perced? Épp az új jegyzéket néztem át. Ez a cirkusz kicsit elszabadult, nem gondolod? Nagyon, nagyon sajnálom, Ellen. Tényleg próbálom megoldani a helyzetet. Talán pihenned kéne, amíg tisztázódnak a dolgok. Most ki akarsz rúgni? Jó ég, nem, szó sincs róla, csak kicsit zavaró nekem és a kollégáknak. Úgyis elmennél Nász útra, csak így egy kicsivel hamarabb. Oké. Okay. Eric Spencer irodája. Ne kapcsolját, itt Jordan Grady, Matt Swift jelenlegi felesége. Beszélnem kell Erickel. Jó, csak egy pillanat, kérem. Egy pillanat. Gyerünk, főnök, csak keményen. Hello, Jordan, hogy van? Nem túl jól. Köszönöm a kérdést. Ó, oh, tehetek bármit az ügyben? Elegem van abból, hogy a hívásukra várjak. Tudom, tudom, nagyon sajnálom. Az ilyesmi időbe telik. Folyton ezt mondogatja, és nincs haladás. Intézze el, hogy Matt Swift felhívjon, még ma. Ezt könnyű mondani, de nagyon elfoglalt fickó, filmet forgat. Csak annyit kell tennem, hogy kilépek az ajtón, és már is magamra vonom az egész média figyelmét. Szóval jobb, ha felhív, különben kimegyek, és mondok valami nagyon mocskosat. Jó, és tudja mit? Jöjjön el a stúdióhoz, mondjuk hétfőn 1 órakor. Pont erre számítottam. Elégedett vagyok a legutolsó vázlattal. Jövő héten kiderül, hogy érdekli az ügynököt. Ez remek, Krisz, sok sikert. Kösz. Aki igazán jó lenne a szerephez, az Matt Swift. Tudom, hogy nagy kérés, de nem tudná becsempészni a forgatókönyvet. Nem igazán ismerem. Azt hittem magam. Tudod, olvastam ma valamit. Az a kifejezés, hogy kiteszi a szérét, a régi időkből származik, amikor a lány kitette a házból a fiú szőrét. Tényleg? Hú, és hol olvastad ezt a fura, de izgalmas infót? A Kozmóban. Jó, hogy fejlődik az emberiség. Fejlődik? Azt nem hinném. Hm.
Hello, a nevem Jordan. Igen, Miss Grady. A férje már várja. Menjen egyenesen előre itt, majd balra, és ott lesz egy parkolóhely az ön nevével. Legyen szép napja. Kösz. Egy felvételt erről a szép hölgyről, aki az autónak támaszkodik. Köszönöm. Az idős úriembert is a vonalhoz kérjük. Hello, Miss Grady. Van egy cégünk itt önnek. Ó, köszönöm. Hívjon Jordannek. Hamarosan ebédszünet. A monitoron nézheti az eseményeket. Jó, álljunk össze. Mindjárt kezdünk. És tessék! Azt hiszed, vannak gondjaid? Mindenkinek vannak, Mikey. Csak egyesek jobban kezelik, mint mások. Egyesek nem hagyják cserben a barátokat, ha nehéz az élet. Egyesekben van erkölcs, hűség. Én mindig itt vagyok. Szóval, hol laksz, Mikey? Ha? Hol laksz? És ennyi. Szép volt, uraim. Jól van, ez az, ebédeljünk. Hey! Üdv, hölgyem. Először vagy forgatáson? Egész lenyűgöző vagy. Hát, nagyon köszönöm. Mit gondolsz? Nem vagyok profi, de szerintem kicsit merev voltál. Merev? Tényleg? Miért? Nem tudom, valahogy nem tűnt természetesnek. Ezt ne felejtsd el. Kev! Szeretném újra venni, csak még egyszer. Haver, tökéletes volt, nem kell új felvétel. Nem, merev voltam. Nagyon sajnálom, fiúk, újra forgatjuk. Lássuk az egyestől. Jól van, mindenki vissza, vissza az egyeshez. Még egyszer. Köszönöm. Tessék. Remek. Jó étvágyat. Köszönöm. Az előző három filmem bukta volt. Mike Storm, az újonc zsarú, csak mázli. Sokáig kaptam rossz tanácsot. Adok a véleményedre. Miért? Nem is ismersz. Mert szókimondó vagy, Jordan. Nem kérsz semmit, nincs hátsó szándékod. Ez nem igaz. Érvénytelenítést akarok. Látod? Már is megbukott az elméletem. Erről beszélek. Hollywood egy opportunista világ. Nem tudod, kiben bízhatsz. És itt van ez a kék szemű lány, aki nem azért, de olyan pozícióban van, amire sok lány vágyik, és ki akar szállni. Akkor tartsam magam szerencsésnek? Abszolút. Ez főnyeremény. Akkor a sorsra fogtad? Biztos, hogy a sorsra, nem a sörre. Ó, nem azt mondtad, hogy a sör hozott össze minket. Akkor mosasd ki a füled. Jobb, ha elfogadod, hogy te mondtad, és vállalod. Oké, jó, én mondtam. De ez még nem jelenti azt, hogy úgy is gondoltam. Persze, ahogy mondod. Nézd, Ned. Nem vagy az a sekélyes, önimádó hollywoodi színész, akinek hittelek. Ó, ha adsz egy kis időt, eljutok arra a szintre. De... ismét normális életet akarok. Nem kell több kamera a mosdóablakában, sem hollywoodi jelentések. Peter rám sem tud nézni. Olyan, mint egy idegen, és nem hibáztatom. Tudja, mennyit kínlódsz, hogy elsimítsd? Nem hiszem, hogy érdekli. Eredményt akar, most. Megkapja az eredményt. Pénteken már szinglik leszünk. Csak légy szabad a héten. Remélem. Nézd meg ezt a cikkeit. Nem mindig érvénytelenítik, minden a bírótól függ. Olyan szervezet vagy, nézd, Erik vállalta, megígérte, mindent elmondanak, amit tudnunk kell, hogy érvénytelenítsék. Azt hiszem, bíznom kell benned. És csak hogy tudd, nem tálalnék ki a sajtónak. Ó, apropó, csak hogy tudd, nem is gondoltam rólad. Jó ember vagy, Jordan Grady. Nem jól ítéled meg a tehetséget, de jó ember vagy. Gyerünk, Mikey. Mi lesz most? Már mondtam, Carmine, 100%-ban veled vagyok. Nem vagyok patkány.
Tényleg? Ennél jobban nem megy. Nem rosszabb, mint amit te csináltál. Köszönöm, köszönöm. Na jó. Ez komoly, Jordan, oké? Okay? Jó. Egy 80 éves öreg gengsztert játszol. Jászd el a banditát. Éld bele magad. Légy, bandita. Jó, jó. Bocs, hogy elszúrtam. Próbáljuk újra. Már mondtam, Carmine. 100%-ban veled vagyok. Nem vagyok patkány. Tudod mit? Jobban menne neked a gengszter rangja. Próbáljuk meg a Lana jelenetet. Oké. Okay. Jó. Lássuk ezt. Csak tegye oda. Hogy van, uram? Jól. Matt Swift ügyvédje vagyok, ezeket hoztam neki. Jó. Hogy hívják? Nézze, gyakran járok ide, mégis mindig ezt csinálja velem. Nagyon köszönöm. Elég volt, oké? Azt hiszed, Rokkónak dolgozol? Nem, most már nekem dolgozol. Azt akarom, hogy figyeld őt. Értesz? Hé, besétál a képbe! Ki ez a fickó? Biztonságiak! Mi ez? Mi történik semmi itt? Semmi bánik. El is tűntem. Ki ez a fickó? Kérem, vigyek ezt az úriembert. Minden rendben? Meg tudjuk oldani, Matt. Jó, de nem takarhatjuk el, amíg le nem lohad. Nem megy. Oké. Okay. Remek. Megint elszúrták a napomat. Te... lemész a biztonságiakhoz, és szólsz nekik, hogy senki sem jöhet be ide engedély, személyi és isteni jóváhagyás nélkül. Megértetted? Igen, uram. Akkor menj! Nyomás! Gyorsabban! Ó, szép kis monoklé. Nem árt védekezni. Gyors. Pedig csak ügyvéd. Sugar Ray ügyvéd. Sugar Ray ügyvéd, ez jó? Uh-huh. Üzenetek? Az anyád azt akarja, hogy húst tegyél ebédre jövő hétvégén. Mikor nem ettem? A Movie Line híres vegetáriánus rovatában olvasta. Biztos akart lenni benne, és Bert Feeder hívott, hogy kérvényezzük-e már az érvénytelenítést. Na már csak, a premier után kérvényeztük. Bert szerint nem így volt. Azt mondja, hogy el kellett halasztania, amíg Eric engedélyt nem adott rá. Úgy érted, el sem indult az eljárás? Nyilván nem. Várj! Itt a másik is. Ez... Ondi. Szia! Szia! De mi ez a sok vacak? Én is örülök, drágám. Gondoltam, lassan áthozom a cuccaimat, hogy ne egyszerre halmozzalak el. Lepedők törcsik. Van lepedőm is, törcsim. Egy személyre, de két ember fog itt lakni. Ezért hoztam ruhatárolókat. Remek! Lesz egy csomó felemás lepedő és törcsi az ágynemű tartomban. Mindent megszerveztem. Nem fog zavarni. Hé, csinálj, amit akarsz, Jordan. Csináltam valamit? Úgy értve, azon kívül? Mit kerestél ma a filmstúdiónál? Mi? Követtelek. Az érvénytelenítésről beszéltünk. És vége? A héten, pénteken. Értem. Peter? Megmondom, mikor érez véget, Jordan. Soha. Mert te élvezed ezt. Imádod a reflektorfényt, hollywoodi premierek, filmstúdiók. Sose láttalak ilyen boldognak. Ó, igen, így van, majd elszállok. Nincs munkám, nincs magánéletem, és a vőlegényem rám sem bír nézni. Te jó ég, és kinek a hibája ez? Hányszor kell még bocsánatot kérnem? Hibát követtem el, amit próbálok helyrehozni. Meddig kell még bűnhődnöm? Nem tudok benned újra bízni. Köszönöm, Peter. Köszönöm, hogy ennyire tapintatos vagy. Örülök, hogy kiderült, ki vagy valójában, mielőtt összekötöttük az életünket. Ó, hé, remélem, Mattnek tetszik a sok lepedő, törcsi meg ruhatároló. Nagyon sok pénz. Nézd, tudod, kiről van szó? Ó, visszahívhatlak, jó? Szép monokli. Ó, nagyon szép monokli. Kösz. Miattad van?
Már érvényteleníteni kellett volna. Azt? Jó, bíznod kell abban, hogy tudom, mit csinálok. Nem, mert... azt mondtam, hogy zárd le. Igen, de szerepelned kellett a hírekben, akár akartad, akár nem. Mike Storm az újon zsarú, minden elvárást felülmúlt, és... Boom! Nőtt a százalékod. És mi lesz vele? Mégis kivel? Ó, oh, a kis nejeddel. Igen, a nejemmel, akit Jordannek hívnak. Az életével játszol. És akkor egy élősködő, egy híresség nyakába varta magát. Rengeteg ilyen van a városban. Nem ezt érdemli. Oké, okay. Jól van, jó. Ő egy csodálatos, nagyszerű lány, és meg fogjuk oldani, oké? Okay? Hálásnak kéne lenned, barátocskám. Azért vettél fel menedzsernek, mert bízol a döntéseimben. Minden, amit valaha tettem, érted volt. Nem, azért tetted, mert 10%-ot kapsz belőle. Ó, oh, ugyan már, mert ne reagál túl a dolgot. Nem, én nem reagálom túl a dolgot. Csak nem biztos, hogy hasznát veszem a menedzseremnek. Beperellek. Szerződésünk van. Kösz, Erik. Ezt a döntést könnyen meghoztad. Tudod mit? Várd meg, amíg kicsit lehiggadsz, oké? Okay? Holnap majd megbeszéljük. Na, Matt, ne viccelj. Remek. Nagyszerű. Vivien? Igen, itt vagyok. Nem hallottam semmit, Erik. Nem hívott Peter. Esküvő lefújva. Majd felhív, Jordi. Ha lenyugszik, nem fogja eldobni az egész kapcsolatot. Lehet, hogy a szőke herceg az. Hogy elnézést? Gyere be, kérlek, gyere! Miért beszél így? Jordan, szia! Itt van Matt Swift a házamban. Szép monokli. Igen, rosszul sült el egy trükk, szakmai ártalom. Ezért kapod a nagy fizut. Kaphatnánk egy percet? Igen, igen, kettesben hagyunk titeket. Említsd meg neki Chris forgatókönyvét. Oké. Okay. Sziasztok! Remélem, nem gond, hogy itt vagyok. Nem, éppen pizzát ettünk. Jó. Én sajnálom. Az egész az én hibám. Először ott hibáztam, hogy azt hittem Erik a barátom. Igen, a családomon és a gyerekkori barátaimon kívül a pénzért vannak mellettem. Ez szomorú. Igen, túl könnyen megbízom másokban. Az én pozíciómban mindenki azt mondja, amit hallani akarok. Kivéve téged. Te sose csinálod ezt, Jordan. Sohasem. Örülök, hogy végre elégedett velem valaki. Dühös még Peter? Nem beszél velem. Nem tudom, együtt vagyunk-e még, vagy sem. Tudom, hogy az én hibám. De ha nem enged egy kicsit, nem marad semmink. Igen, de legalább tudjuk, mi volt az akadály. Most már elindult a folyamat. Azt hiszem, már nem számít. Úgy értem, nem sürgős. Mit mond? Nem hallom, mit mond. Szereti őt? Várj! Hát... Menj! Akarom, hogy tudd, hogy nem Erik volt az egyetlen. Elnézést! Gondoltuk, jól jön egy kis hangulatfokozó. Kösz, én jól vagyok. Igen, azt elhiszem. Wow! Hát, jó. Nem megyünk a városba? Úgy értem, ki? Ki? Innen. Ja, de... Ránk fér egy kis szórakozás. Még valami? Milkshake. Fehér-fekete. És mini korndog. Elnézést. Két fehér-fekete milkshake-et és egy adag korndogot. Jó ötlet. Kérsz egy italt? Oké. Bocs, azt kevert minket bajba. Köszönöm. Azt hiszem, pont egy asztalnyi gyors kajára volt szükségünk most. Egyetértek. Csak meg nem mond az edzőmnek. Már felraktam a blogomra, bocs. Játszol? Mit? Szoktál léghokizni? Soha. Nem is próbáltad?
Nem tudom, hogy kell. Pofon egyszerű, gyere. Ó, kellene egy kis sütni. Jó, majd a léghoki után. És a kondog? Ki kell hűlnie, gyere. Na, jól van. Gyerünk. Nem akarlak leégetni azzal, hogy kegyetlenül megverlek. Azt hiszed, meg fogsz verni? Nem kizárt. Cuki vagy, de nem tűnsz sportosnak. Te most nézd ezeket az izmokat itt, ha? 4 nap alatt tanultam meg dárdát dobni az egyik filmemhez. Le tudlak pipálni egy kis léghokiban. Pénzt is tennél rá, vagy csak a szádjár? Ahol a szám jár, ott mindig van pénz. Ez meg mit jelent? Azt, hogy hamarosan véged van. Húzz bele! Ó, és gól! Övé a pont! Mester 3-as Gretzkynél! A közönség tombol! Ezt nem hiszem el! Csak spekuláltál! Te kényszerítesz, hogy játszak! Mit kéne tennem? Hagyjam, hogy nyerj! Nem vágyom hírnévre! Ez az a Jordan, akit ismerek és szeretek! Többször kéne kiengedned a gőzt! Szerinted feszült vagyok? Talán egy picit merev! Úgy teszek, mintha nem hallottam volna ezt. És megünneplem a győzelmet egy mini kordoggal. Ó, hogy találtok meg? Elég egy tweet és percek kérdése. Gyorsan terjed az info. Információs szuperstráda. Gyerünk, lássunk egy csókot! Hová tűntek? Nem tudom. Minden oké? Igen. Első bejárat. Kordog. Kordog. Kisasszony, úgy tűnik valaki megszegte a kijárási tilalmat, és nem vette fel a telefont. Ugyanis Peter az én telefonomon érdeklődött utánat. Három ügyvéddel is beszéltem. Igen, nem tart sokáig. Le kell tennem. Találkozunk az irodában. Szia. Szia. Nem baj, hogy már rendeltem. Vissza kell mennem az irodába. Semmi gond. Úgy sincs túl nagy étvágyam. Szóval sokat gondolkodtam rólunk. Én is. Tudom, hogy csalódást okoztam, de megéri eldobni 8 együtt töltött évet? Igen. Megéri. Hogy? Jordan, te talán túl tudsz lépni rajta, de én nem. A nő, akit megszerettem, felelősségteljes volt, megfontolt. Nem tett volna olyat, mint te. Ugyanaz a nő vagyok. Akkor nem az vagy, akinek hittelek. Mit akarsz mondani? Azt, hogy már nem akarlak feleségül venni. És visszakérem a nagymamám gyűrűjét. Anya, nem akarok arról hallani, hogy elszúrtam az életemet. Jó, mert nem is azért jöttem, hogy erről beszéljek. Arra gondoltam, talán szükséged van rám. Nem tudom, mihez kezdjek. Pontosan ugyanazt fogod csinálni, amit eddig, csak most Peter nélkül. Claire, találtál már új szobatársat? A sajtó mindenkit elijesztett, a sors keze, hogy visszajöttél. Mit mondunk a többieknek? Hogy bizonytalan időre elhalasztjuk az esküvőt. Nem tartozom magyarázattal mindenkinek. Azt hiszem, ki tudják számolni. Jó, de nem tarthatod meg a kristálytálakat. Imádom őket. Mindent vissza kell adnunk. Megterveztem az életemet, pontosan tudtam, hogy milyen lesz. Mélyen legbelül nem voltál kész hozzá menni Peterhöz. Te magad mondtad, magával ragadott egy pillanat. Amikor Mattel vagyok, nincs stressz. Önmagam lehetek, nem érdekel, mit gondol más. Nekem úgy tűnik, Vegas több volt, mint egy pillanat. Nem tudom, mihez kezdjek, összezavarodtam, kész káosz az egész. Jordi, minden a legnagyobb rendben lesz. És amikor eljön az ideje, és megjelenik az igazi, tökéletesen helyére kerül minden az életedben. Remélem. Halló? Ó, Jordi, téged keres.
Halló. Megvan az időpont. Kösz. Mivel nyilvánvalóan nem voltak józanok a házasságkötés időpontjában, engedélyezem az érvénytelenítést. A házasság egy intézmény, amit sokan túl könnyen vesznek manapság. Remélem, mindketten jól meggondolják, mielőtt ismét ilyesmire adják a fejüket. Igen. Jordan, kérem nyilatkozzon. Ez szomorúnak, mert kidobta, hogy érzi magát. Nagyon kérem, válaszoljon a kérdésre. Jordan, nem nyilatkozik. Kérem, nincs miért kommentár. Miért mondta bíróságot? Nincs kommentár. Miért most? Kérem, Jordan. Jordan, mondjon néhány szót. Kérem, nyilatkozzon. Sajnálom, kérem, fiúk, Erik. Mi volt a... Kösz. Matt, kidobott kit? No comment. Jordan. Jól vagy. Már úgy sem számít. Peter lefújta az esküvőt. Ezt sajnálattal hallom. Jól van. Jobb, ha tudom, kicsoda Peter, mielőtt bonyolódik a dolog. Igen, azt hiszem. Elég megpróbáló idők voltak ezek, ugye? Most valami filmes dumát vársz tőlem? Bocs, szakmai ártalom. Figyelj, elugrom San Diego-ba a hétvégén a szüleimhez pihenni, házi kaját enni és lenyomni egy komoly sakkpartit Etellel és Mike-kal. Nem csatlakozol? Miért? Mert jó buli. És mert távol van ezektől a fickóktól. Ott zavartalanul kiengedhetem a gőzt. Ráadásul ki kell lengesztelnem az egómat a léghoki vereség után. Mintha lehetséges lenne. A szórakozás a legjobb gyógyszer neked. Kérlek. Oké, megyek. Ó, ez a végzős bálom volt. Hát nem aranyos. Anya! Itt a bizonyíték, hogy egy anya akkor is szereti a gyerekét, ha az béna. Igen, és akkor is, ha elszállt. Látod? Ezért jövök haza. Emlékeztetnek a béna éveimre, és ismét visszatér a bizonytalanságom. Cuki voltál. Ó, és itt van az egyetlen év, amikor baseballt játszott. Életem legmegalázóbb éve volt. Igen, egész életemben nem akartam már csak, hogy a fiam megint a profi ligában játszon. De hogy döntött a fiam? Feszes gatyát hord. Igen, Michael, bárcsak vitte volna valamire a fiunk. Bum! És már megy is! Szóval, maga mindenről tud? Jó viszonyban vagyok Mattel. És biztosan nem tart sokra engem. Ó, ellenkezőleg. Azt hiszem, te vagy az egyetlen, aki semmit nem akar a fiamtól. Sohasem csináltam ilyen őrültséget. Én nagyon komolyan veszem a házasságot. Hiszek neked, Jordan. Szóval, mit gondolsz Matthew-ról? Ó, kedvelem. Remek. Vicces, gúnyos és zavaróan híres. Itt van a... De meg tud nevettetni. Szerintem illesz hozzá. Csak barátok vagyunk. Egy botrányos helyzet hozott össze bennünket. Talán igen. De nem láttam Matthew-t ilyen boldognak egy lánnyal már nagyon régóta. Ez nagyon jó. Még kell dolgozni rajta, de az ilyesmit Erik szó nélkül lepasszolta volna. Esélyt adna arra, hogy megmutass, mit tudsz. Igen. Holnap felhívom a stúdiót. Kiderül, mi igaz abból, amit Erik mondott. De nem tudom, hogy elfogadják-e. Szerintem igen. Elképesztően nagy sztár vagy. Én nem megyek hozzá bárkihez. Magas elvárásaim vannak. Igazán. Szép itt kint, ugye? Nem akarsz bemenni? Nem, mert vizes lesz a hajam. Mert vizes lesz? Na, gyerünk. Nyomás a víz alá. Egyszerűen csak, tudod. Hát én nem igazán tudok úszni. Nem sikerült megtanulni. Oké. Akarod, hogy hozzak neked egy pár karúszót? Úgy tudom, van az unokaöcsémnek. Jól van, nem kell karúszó.
Ez most olyan, mint a léghokis dolog, ha? Azt mondod, hogy nem tudsz úszni, aztán előhúzol egy aranyérmet? Nem, komolyan mondom, nem tudok úszni. Nem olyan nehéz. Megmutatom. Ruhában? Mi? Azt hiszed, ruhában nem merem? Nem. Ó, úgy hallom, hogy provokálsz engem. Megmutatom. Komolyan, megcsinálom. Igen! Látod? Látod, megcsináltam, és túléltem. Persze, mert tudsz úszni. Bízz bennem. Nagyon optimista vagyok a képességeidet illetően. Gyerünk! Megint túl sokat agyalsz. Kapcsolj ki, Jordan Grady. Kapcsolj ki, és lazulj el. Csinálj olyat, ami halálra rémiszt. Fulladás? Na jó, át kéne fogalmazom. Ígérem, nem hagyom, hogy megfulladj. Menni fog. Jól vagy? Igen. Sikerült. Te mondtad, hogy lazítsak. Kockáztattál, és túlélted. Kimegyek. Csípem a szüleidet. Néha túlzásba viszik. Aranyosak. Hát remélem, anyám nem vetett el a súlykot a fotóimmal. Imádtam őket. És az apám? Fura fickó. Több, mint fura. Hidd el, a hétvégén még igazán jól viselkedett. Bár melegíthetni a medencét. Igen, olcsót akart. Szóval, be akarsz jönni? Szeretnék, de még sok dolgom van, majd találkozunk. Köszönöm a hétvégét, és mindent. Jó volt. Igen. Matthew! Erik, miért hívsz? Volt egy kis vitánk. Nem ez az első alkalom, hogy összebalhézom az egyik kliensemmel. Minden kapcsolatban megtörténik, szóval leporoljuk magunkat, és megyünk tovább. Más elképzelésem van a karrieremről, már nem illesz bele a képbe. Ugyan, haver, 6 remek évet töltöttünk együtt. Erik, vége. Katie Rileyhoz megyek a CBK-nél. A szerződés szerint van még egy éved velem. Csináljuk civilizáltan. Nézd, ha a megélhetésemmel játszol, nem leszek civilizált. Örülök, hogy visszajöttél. Mintha el sem mentem volna. Volt néhány cuccod, ami nagyon hiányzott. Segíts kipakolni, és talán nem hagylak el többé. Tudod, milyen vagyok. Nincs nyugtom, amíg nincs rend. Oké, csak azért segítek, mert holnap visszamész dolgozni, de nem vagyok rendbániás. Eric Spencer, Matt ügynöke. Hello, Mr. Spencer. Jordan, van néhány infóm a maga drága meccséről, ami érdekesnek tűnhet. Nem biztos, hogy olyan jó fogás, mint gondolta. Felkeltettem az érdeklődését, Szívi. Szia! Mi a baj? Erik hívott. Értem. Várjon a premierig az érvénytelenítéssel? Nézd, Jordan... Miért használtál ki? Nem kellett volna beleegyeznem. Butaság volt és érzéketlenség, sajnálom. És akkor most mindent el kell engednem neked? Nem ezt kértem. Jordan, hadd mondjam el. A szüleimnél töltött hétvége óta folyton csak rád gondolok. Lenyűgöző vagy, gyönyörű, és megértetted velem, hogy milyen ócska lett az én kis Matt Swift világom.
mindent és bármit megteszek, hogy kárpótoljalak. Szép alakítás, Matt. Jordan, kérlek. Kérlek, menj el. Menj, menj. Kérlek. Kifelé. Nisztlerék már nyugtalanok. Tudni akarom, mi tart ilyen sokáig? A jelzálog cégnek körültekintőnek kell lennie, és nem túl megbízhatóak. Türelmesnek kell lenniük. Nem akarod felvenni? Nem. Tudom, ki az. Nem fontos. Minden rendben? Igen, persze. Tudom, hogy Nisztlerék jó barátaid. Mondd meg nekik, hogy megszerzem azt az álomházat. Ígérem. Rendben. Tudom, hogy sok mindenem mentél át, de erre oda kell figyelned. Jó? Úgy lesz. Ígérem, figyelek. Rendben. Hello, itt Jordan Grady. Kérlek, hagyj üzenetet. Jordan, én vagyok az Matt. Próbálnak elérni, sajnálom. Kérlek, beszéljük meg. Szép kert. Ami tetszik ebben a házban, az a reggeli sarok. Nézzék meg. Jordan, kérlek, beszélni szeretnék veled. Rendben, felhívlak otthon ma este. Hogy viseled a dolgot? Ma lett volna az esküvőm. Tudom, ezért vagyok itt. Minden rendben? Azt hiszem. Nem akarod felvenni? Nem, megint ő az. Hú, egy civil után nyomoz egy híresség. Ilyen még nem volt. Meg kéne hallgatnod, mit akar mondani. Miért? Mi értelme? Mert te magad mondtad, hogy jó ember. Helytelen volt, amit tett, de bocsánatot akar kérni. Jól tudod, milyen érzés ez. Csak a karrierjéhez használt. Tényleg? Az emberek gyakran tesznek olyasmit, amit aztán megbánnak. Igaz, Jordan? Gondolj csak meg. Kérsz egy kis teját? Készítek neked. Szia, Jordan. Én vagyok az Matt. Már megint. Tudom, hogy otthon vagy, és hallod ezt, mert éppen a lakásod előtt állok. Nézd, hagytam, hogy manipuláljanak. Hagytam, hogy mások irányítsanak. Én vagyok a legnagyobb szemét. Azért tettem, mert hallgattam a menedzseremre, a sajtóra, és hittem nekik. És nem tudom, azt hittem, minden rendben van. Aztán találkoztam veled, és olyan igazi voltál, és őszinte. És persze vicces, sosem kértél semmit. Végre úgy éreztem, hogy közel engedhetek valakit. Köszönöm, hogy hagytad, hogy az legyek, aki vagyok. Nézd, tudom, hogy dühös vagy, és nem akarlak tovább zaklatni, ezért 5-ig számolok, és... Ha nem veszed fel, akkor nem hívlak fel soha többé. Oké, szóval kezdem. 1, 2, 3, 4. Kérlek, Jordan. 5. Úgy tűnik, nem hagyta abba. Még van bőven odakint. Van. Mindjárt jövök. Kösz.
Mindig mindent megkap, amit akar. Az emberek egymást tapossák, hogy a kedvére tegyenek. Ez csak önsajnálat. Ó, Crystal van. Matt eladta Kriszt filmjét. Megcsinálja a filmet, nagyszerű. Remek, végre találkozom egy jófej pasival, és neked küld virágot. Tessék, hölgyeim! Oh. Szép napot! Kösz! Oh. Biztos egy forgatókönyv. Oh. Nekem küldte. Mindent, ami az életem része, neked köszönhetek, Krisz. Helyesbítek. Matt, milyen érzés visszatérni a 100 millió dollárosok klubjába a Mike Storm az újon zsarúval? Pocsék érzés. És a film annyira rossz, hogy bűncselekmény pénzt kérni a nézőktől. Mindenki. Még a mozikban van. Az összegekkel játszol, te idióta, hálátlan színész. Annyi rajongód van. Tényleg úgy gondolod, hogy vétek, ha támogatják ezt a filmedet? Nem, hadd tisztázzam. Szeretem a rajongóimat, és értékelem, hogy megnézik a filmjeimet, de ez a projekt csak egy a sok közül. Értem. Beszéljünk személyesebb dolgokról, a titkos esküvődről. Mi ütött beléd, hogy csak úgy elkötelezted magad? Számos híres színésznővel voltál kapcsolatban. Mi volt más, különleges ebben a lányban, amiért úgy döntöttél, hogy megállapodsz? Várjunk csak. Tudom, hogy mindenki valami drámai sztorira számít, de ez nem az volt. Egy pillanat volt, és egy percig sem bántam meg. Életemben nem találkoztam nála csodálatosabb nővel. A családomon kívül ő az egyetlen ember, aki engem ismer, és nem azt a Matt Swiftet, akit a média bemutat. Ő vicces, imádnivalóan bájos és aranyos. Nehéz egy kapcsolatot fenntartani ekkora érdeklődés közepette? Jó kérdés. Tudom, hogy hihetetlenül szerencsés életem van, de nem mindig könnyű egy celeb élete. A feleségének pedig még nehezebb. Már maga az, hogy megismert, sok bajt hozott rá. Mindig hálás leszek neki, hogy őszinte volt hozzám. Inspirált, és meghallgatott, mert kíváncsi volt rám. Holly, én megbánás nélkül élem az életem. De nagyon sok fájdalmat okoztam neki, és ezt valóban megbántam. Bevallom, nagyon, nagyon sajnálom. Nagyon megható. A reklám után folytatjuk sokat mondó interjúnkat Matt Swift-tel. Annyira szerelmes beléd. Tényleg így gondolod? De nem vetted észre? Jó, gondolkodnom kell. Swift-vel. Felfogom, igen. Jó, jó, felhívom, felhívom. Tessék! Nem tudom a számát. Nem tudod a számát? Nem, mindig ő hívott, én sose hívtam. Az üzenetek, amiket küldött? Töröltem őket. Á, hívta a menedzserét. Kirúgta. Majd felhívő. Nem, mert 5-ig számolt, és nem vettem fel. Soha többé nem fog hívni, mert nem vettem fel, amikor 5-ig számolt, mindent tökretettem. Nem, tudod, hol dolgozik, menj a stúdióba. Okay, megyek a stúdióba, már voltam ott, kedvelnek engem, elmegyek a stúdióba, és egyenesen beállítok hozzá, ezt fogom csinálni, okay? Jó. Gyorsan. Mi az? Megyek a stúdióba. Nem öltöz fel. Jó, igaz. Jackie? Okay. Találtam egyet. Menj már! Megyek a stúdióba. Szia! Szia! Pizsamába ment. Jó ég. Szia, Matthez jöttem. A nevét kérem. Jordan Grady, Matt Swift felesége. Igen, Mattnek nincs felesége. Oké? Okay? És senki sem mehet be engedély nélkül. Nem emlékszik rám, egyszer már beengedett. A listán volt a neve? Igen. És most a listán van? Nincs, de... Oké, okay. Senki nem mehet be engedély nélkül. Kérem, uram, legyen szíve.
A jövőbeli boldogságom függ attól, hogy bejutok-e. Nekem meg a jövőbeli munkahelyem függ a listától. Forduljon meg. Jordan Grady, ott akarsz ülni egész nap a stúdió előtt, azt várva, hát ha kijön, vagy bemész hozzá? Mindig belopozom valahova, és megszegem a szabályokat ezért a pasiért. Megéri! Egy filmsztár lenyűgöző, és téged szeret. Jól van, bemegyek. Bent vagyok. Oké. Közben beszélj hozzám. Csinálj úgy, mintha oda tartoznál, vagy valami nagy filmszerződést kötnél. Igen, és persze a szereplőválasztás sokat segít az engedélyek elnyerésében. Engedélyek elnyerése nagyon jó filmes nyelvezet. Azt hiszem észrevett. Hé! Hé, maga! Jöjjön vissza! 160 centi a kettes helyszínre tart. Egy fiatal nő fura alsóban és fura felsőben. Indulok! Jó, éppen egy stúdiós bérel zsaru, meg egy golfkocsi üldöz. Ezt nem hiszem el! Olyan vagy, mint a szökevény! Te vagy Harrison Ford! Hé! Hey, vissza! Gyerünk! Mindjárt netnél vagyok. Ha-ho! Nyomás, nyomás, nyomás! Matt! Wow. Matt! Megállj, ne mozduljon! Most leteszem, a sítről hívlak. A sítem? Most csak viccelsz, ugye? Halló? Geri? Geri? Kérem, segítsen, tudna szólni, mert... Sajnálom, de másfél órája elment. Nem mehetek. Mindjárt felhívom, semmi pánik, uraim. Halló? A stúdió biztonságiak nem tréfának. A látogatók... és alkalmazottak biztonságáért vannak. Érthető, de ne hívják az igazi zsarukat. Nem, mintha maguk nem lennének igazi rendfenntartók. Várjanak, mert mindent meg fog oldani. Várjon, oké? Okay? Ez fáj egy kicsit. Még 6 nap is megoldom. Matt! Jordan! Henry, mi folyik itt? Nos, Mr. Swift, a hölgy behatolt a magánterületre. Sajnálom, Henry... ott van a listán, a végleges listán. Csak a dolgát végezte, értékelem, legközelebb hívjon fel és kérdezze. Rendben, meg. Uram, úgy jól lesz. Van. Sajnálom. Harry, a bilincs. Ó, igen, uram. Hú, mi ez? Te pizsamában vagy? Ez egy blazer, egy pizsama, meg egyebek. Még sohasem csináltam ilyen őrültséget. Történetesen tudom, hogy ez nem igaz. Jordan, miért vagy itt? Láttam az interjút. Igen, és... én is téged akarlak. Nézd, kész őrület, ami itt van. Biztos vagy benne? Nyerd vissza a bizalmam. Kárpótollak érte. Ha örökké tart is. Fura, hogy mindent fordítva csinálunk. Előbb esküvő, aztán randi. Igen, a lelkünk már előbb összekapcsolódott. Megint ez a filmes duma. Tudom, az írók sokkal fenköltebbek, mint én. Szerintem csöpögősek. Ha nem csókolsz meg, amíg 5-ig számolok. 1, vettem alapot. 2, 4 és 3 negyed, 4 és 11, 10, 27. Gyere. Magyar hangok. Kökényes Jági, Seder Gábor, Sipos Eszter, Kapácsi Miklós, Tokai Csaba, Kis Erika, Dudás Eszter, Orosz Anna. Magyar szöveg Révész Tünde. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Birgiszer Kinga és Hevesi Péter.
Szinkronrendező Talpas Iván. A szinkron a Filmcafé megbízásából a BTI stúdióban készült.